Polgármester válaszul. A hónap első csütörtökén este 4:30-től élő telefonos műsor a Pápavárosi Televízióban. Legyen részese a város életének, adjon hangot meglátásainak, véleményének. Kérdezzen arról, ami érdekli. Aki válaszol, dr. Áldozó Tamás. Kérdéseit felteheti az adás ideje alatt hívható 510-660-as telefonszámon. Kérdezzen, és a polgármester válaszol. Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket, a Polgármester válaszol című élő telefonos magazin műsorunkat láthatják innen a Pápavárosi Televízió stúdiójából, és nagy tisztelettel köszöntöm dr. Áldozó Tamás polgármester urat, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 510-660-as a telefonszámunk, remélem sokaknak már nem új ez a szám, ismerik az előző adásokból, hívják hát bátran, akik esetleg nem Pápáról, hanem a környékéről telefonálnak, 89-es körzetet érdemes elétenni, hogyha nem ebbe a körzetbe tartoznak, 510-660, ez a fontos. Tehát, ha bármiféle kérdésük van polgármester úrhoz a városügyeivel kapcsolatban, vagy pedig véleményük van, osszák meg azt is nyugodtan velünk itt az élő műsorban. Polgármester úr, még az első befutó kérdéseket élő kérdéseket föltenném. Előtte térjünk vissza korábbi adásainkra, hiszen ott voltak olyan témák, amelyben ön mondta, hogy utána néz, illetve valamiféle megoldást találnak a problémákra. Ingatlanok állapotával, belvárosi rossz állapotú ingatlanokkal kapcsolatban voltak észrevételek az előző adásban nézőink részéről, és most, ha jól tudom, születtek valamiféle megoldások. Két ingatlant említenék meg, az egyik az ugye az előző adásban a Pálostéren lévő régi épülettel kapcsolatban merült fel, illetve egy másik az pedig a Lehel utca és az Acsádi út sarkán lévő áldatlan állapotokról szólt, és ha már itt vagyunk, akkor a Ruszek köznél lévő régi házak állapotát is érdemes megemlíteni. Igen, a volt olcsó áruk boltjára kérdezett rá egy kedves telefonáló. Véleménye szerint olyan állapotok nem maradhatnak a pápai belvárosban, mint amilyeneket ott tapasztalni lehetett, és ebben egyébként tökéletesen igaza is volt. Van tulajdonos annak az épületnek, sőt, talán eladásra is vár ez az épület, de az egykori üzlet ablakait betörték, és oda mindenféle szemét és oda nem való dolog gyűlt össze. A városgondnokság munkatársai USB lapokkal eltakarták ezeket a nyílásokat, így a további szemetelés lehetősége megszűnt. Ruszek közben egy hasonló ingatlanról van szó, ahol ráadásul valaha az első pápai református iskola működött, azon a területen van ez az épület. Ott is a tulajdonos hanyagsága, gondatlansága miatt alakultak ki tarthatatlan állapotok. A városgondnokság ide is talált megoldást. Jó hír vagy rossz hír, most döntse el ki, de az a tulajdonos, aki ezzel az épülettel évek óta nem törődött, ezzel az ingatlanjával olyan helyzetbe került, hogy árverésre írták ki, tehát nyilvános árverésre az épületet. Hát bízunk benne, hogy meg tudja tartani a tulajdonát, de ha nem, akkor az új tulajdonos ott majd rendezett állapotokat fog teremteni. A Lehel utca, Acsádi utca sarok az egy kicsit nehezebb téma. Ott egy magántulajdonú telken egy illegális hulladéklerakó keletkezett. A tulajdonost felszólítottuk arra, hogy a hulladékot onnan hordja el. Ilyenkor természetesen számlával igazolnia kell, hogy kommunális hulladéklerakóba került az, ami oda került, valamint köteleztük arra, hogy kerítse be az ingatlant. Ezeket a kötelezésekre határidőt kellett adni, a hatályba lépését, tehát kötelezés hatályba lépését követő 45 napig kell elkészítenie, illetve végrehajtani ezeket a kötelezéseket. Ez az idő még eredménytelenül nem telt el, de amennyiben el fog telni, akkor megbírságolhatjuk. A bírság behajtására pedig majd, hogyha azt esetleg nem fizetné meg, további lépéseket lehet foganatosítani, jelzálogot lehet beterhelni a telekre például, és így tovább. Bízunk abban, hogy a tulajdonos hajlandó lesz együttműködni velünk. Egy másik téma, amely az előző adásokban visszatért, az ugye a
az utak állapotáról is volt szó, különböző járdák állapotáról is, illetve a szemétszállítás volt az előző műsorokban egy nagyon, nagyon népszerű kérdés, az ezzel kapcsolatos problémák, visszásságok, vagy a pontosan meg nem értett új rendszerrel kapcsolatban beszélgettünk, van kérdésünk is ezzel kapcsolatban. A kérdezőt hamarosan kapcsolják kollégáink a telefonvonal végére. Addig azonban egy ugyancsak infrastruktúrára, a város infrastruktúrájához kapcsoló kérdés, de ez egy egészen más területről mégiscsak. Petrovics László kérdezte azt polgármester úrtól, hogy lát-e ön arra esélyt, hogy a kastély kovácsolt vas kapuját újra gyártsák, és újra a régi helyén legyen? Igen, látok rá esélyt. Azt is el kell mondani, hogy a most a közelmúltban aláírt kastélyprojektnek a kapu helyreállítása nem része. A kapu helyreállítását további pályázati források felhasználásával egy következő ütemben lehet majd elkészíteni. De az esélyt azért látom rá többek között, mert annak a kapunak az a kapu tudományosan feldolgozott, létezik rá az a tervrajz, ami alapján részletekbe menően hitelesen újra lehet, hát a gyártás nem mondanám, inkább készíteni, sőt jelentkezők is vannak rá, akik ezt szívesen elkészítenék, vannak rá pápai aspiránsok is, de többek között egy szentendrei művészember is jelezte, hogy ő már egyébként több ilyen kaput is csinált, hogy ő is szívesen részt venne ebbe a munkába. Én bízom benne, hogy belátható időn belül azzal a kellemes problémával fogunk küzdeni, hogy ki kell választanunk azt, aki ezt a kaput egyszer majd újra el tudja készíteni. Akkor ez egy nagy kihívás lehet ezek szerint. Nagy kihívás, és azért ez nem olcsó mulatság, ez több 10 millió forintos tétel, hiszen kézi munka. Ez a kastélykapu nagy valószínűség szerint Párizsból került pápára, a Tuileriák palotájának volt az egyik kapuja, tehát egy több évszázados hagyomány, több évszázados tudás halmozódott fel abban, amit akkor reprodukálni kell majd a rekonstrukció során. Nézzük akkor az első nézői kérdést. Jó estét kívánok! A polgármester válaszol című élőt. Bocsánat, mondja még egyszer a nevét. Boda Tiborné. Boda Tiborné, jó estét kívánok, én pedig Huszár Hajnal vagyok a Városi Televízióból. Várjuk a kérdést. Én olyan jellegű kérdéssel kerestem meg a polgármester urat. Ugye felépült itt ez a gyógyászati centrum. Egy darabon ki is hozták az utat, ott jó, de egész ki a Vajda lakótelep fele eléggé sáros, tehát ilyen időben nem igazán lehet járni rajta, és nézem, hogy elég sok ilyen idős néni, akik kezelésekre is járnak a Vajdáról meg a Tókertből, ők is azért a sáros úton járnak át, hogy van-e a közeljövőbe terve, hogy ennek az útnak a folytatása megvalósul. Ezt szeretném kérdezni a polgármester úrtól. Kezdjük sokkolom. Közeljövőben nincsen terve. Hogyha ezt megtetszik nézni, ez ma elkészült. Méghozzá murvás alappal, de olyan körülményeket sikerült teremteni, hogy most már kényelmesen és tisztán, tehát össze nem sározódva el lehet jutni egészen a gyógyászatig. Reméljük, hogy majd egyszer lesz arra is pénz, hogy ez a részi szilárd burkolatot kapjon. Arra kifejezetten ügyeltünk, hogy ezt ne az autósok számára kínáljuk fel egy alternatív útvonalként, hanem továbbra is a babakocsival arra járók, a gyalogosok és a biciklisek tudják használni. Igen, köszönöm szépen. Elégedett a válaszszal? Igen, hát végül is, hogy ha jó idő van, akkor nem probléma, csak ilyenkor, ez a sok hól van, olyankor hát körbe kell menni. Ma már elkészült, tessék holnap kipróbálni, egész biztos, hogy elégedett lesz vele. Jó, legyen szépen, köszönöm. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Én itt próbáltam figyelni, ez tényleg azt jelenti, hogy mamurváztak, de teljesen véletlenül. Hát készültünk a kérdésre. Én nem ismerem a hölgyet, aki telefonált. Ugye a Városgondnokság azért várt ezzel a munkával, mert tényleg meg kellett várni az olvadást, hiszen amíg nem volt előtte, fagyott volt a föld, nehéz is lett volna dolgozni, és kettő szerencsésen egymásba esett, hiszen a hó is most olvadt el. És akkor most sikerült elkészíteni. Az pedig, hogy nincsen szilárd burkolat, csak a gyógyászatig, az úgy a gyógyászati projekthez, tehát a fürdő projektjéhez tartozott, hogy odáig meg kellett építeni az utat, onnan a mögötte lévő terület az már nem oda tartozik. Korábban ezen a területen konszolidált állapotok voltak, csak az építkezés során a beruházó, amikor nagy gépjárművekkel vonult fel a munkaterületre, akkor ezt a korábbi murvás
járdát tönkretette, ezt kellett most helyreállítani. Szemétügyben van akkor még egy telefonálónk. És egy pillanat, egy kollégák kapcsolják. És jó estét kívánok, Huszár Hajnal vagyok a Pápavárosi Televízióban. Kihez van szerencsénk? Csókolom, Bigder János vagyok. Parancsoljon! Az lenne a kérdésem a polgármester úrhoz, hogy a szemétszállítással kapcsolatos fizetések megváltoztak, külön fizeti a lakosság a szemétszállítás díját, és ezzel kapcsolatban még nem kaptunk csekket. Azt kérdezném, hogy várhatóan mikor kapjuk meg, mert ha egy összegbe küldik ki, sok embernek, főleg nyugdíjasoknak fog gondot okozni. Jó estét kívánok! Teljesen igaza van a kérdezőnek. Magam is rákérdeztem az elmúlt napokban a szolgáltatónál. A szolgáltató azt a választ adta, hogy március elején, jövő héten fognak megérkezni a csekkek. Én már a korábbi ügyvezetéssel is abban állapodtam meg, hogy teremtsük meg a lehetőségét annak, hogy havonta lehessen fizetni a hulladékkezelési díjat, hiszen ha havonta kell fizetni, az bár összegszerűen ugyanannyi, mint hogyha negyed évente fizetnénk, de mégis kiszámítható, könnyebb terhet jelent talán sok szolgáltatást igénybe vevőnek. És azt az ígéretet kaptam, hogy többet ilyen nem fog előfordulni, hogy lesz egy vagy két olyan hónap, amíg nem jutnak hozzá a csekkhez azok, akik havonta szeretnék ezt fizetni. Én így most az ő nevükbe is kérem a megértésüket, és ezek a csekkek hamarosan ott lesznek a háztartásokban. Halló, halló! Igen, itt vagyok. Köszönöm szépen! Ön egyébként családi házas területen, vagy... Én társasházban lakom. Társasház, ugye ott változott most, hogy nincs már benne a közös költségben, hanem külön kell fizetni. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Köszönöm szépen! Nézzen bennünket továbbra is, viszont hallásra! Egy másik kérdés, amely érkezett itt időközben, illetve előre e-mailben. Kérdésem, illetve felvetésem az lenne, hogy a Jókai úton lévő zebrák mellett mindkét irányban nem lehetne egy 10-15 méter távolságban a parkolást megszüntetni, hogy a zebrán átkelő gyalogosokat az autósok zavartalanul láthassák. Sokszor az idős emberek és a gyerekek körülnézés nélkül kelnek át a gyalogos átkelőn, ez elég baleset veszélyes. A Jókai utca az a pápai közlekedési rendszernek az egyik legkritikusabb szakasza. Az ott lévő intézmények miatt is számottevő forgalommal kell számolni, és valóban az út két oldala lehetőséget kínál arra, hogy ottan gépjárművek parkoljanak. Tudjuk azt, hogy tavaly volt baleset is, az is figyelmetlenségből fakadt egyébként, egy fiatal tanuló nem a megfelelő helyen ment át az úton, és baleset lett, hál' Istennek, szerencsés kimenetellel. Vannak a Kressznek szabályai, amik a zebrák környékén szabályozzák a parkolást. Ez a kérés, amit elhangzott, arra vonatkozik, hogy ennél szigorúbban állapítsuk meg ezeket a szabályokat. Én azt hiszem, hogy önmagában lehet, hogy már ez is jelentene segítséget, könnyebbséget az autósok számára, de a legnagyobb garanciát talán az jelenti, hogyha az autósok ismerve ezt a szakaszt, eleve óvatosabban haladnak végig, mint máshol. Ezzel talán lehet minimalizálni a problémát. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a mostani szabályokat, amikor ugye 5 méterre nem lehet megállni a zebrától, ezeket a szabályokat is nagyon gyakran megszegik. Tehát hiába vannak a Kressznek világos előírásai ma is, vannak autósok, akik ezt nem tartják be, és ilyenkor a hatóság büntet. És talán azt is érdemes ehhez hozzátenni, hogy ugye azért a gyalogosoknak is, amikor látja, hogy kocsisorok közül lép ki, ha a zebrán lép is ki, talán érdemes egy kicsit nagyobb odafigyeléssel és körültekintéssel lenni, hiszen ők a sérülékenyebbek egy autóval való találkozás esetében. Tehát mindenkinek a Jókai utcán és más hasonló kaliberű utcákon nagy odafigyeléssel kell közlekedni. Megyesköz útépítés, ez a következő kérdés. És a telefonáló már is a vonalban van. Jó estét kívánok! Ez a Polgármester Válaszol című műsor a Pápavárosi Televízióban. Kihez van szerencsénk? Jó estét kívánok! Bartos Julianna vagyok. Igen? Kezi csokolom. Jó estét kívánok, polgármester úr! Egy olyan kérdéssel kerestem meg önt, hogy a Pápa megyes közben, tehát soha nem is volt úgy mondom úgy, tehát ha esik az eső, akkor ilyen érdigérő
víz van, meg sár, hát most sár annyira nincs, mert ugye murvázták pár évvel ezelőtt, de hogy valami megoldást lehet-e találni erre. Köszönöm szépen, ugye akkor a kérdés arra vonatkozik, hogy szilárd burkolattal el tudjuk-e látni a közeli jövőbe ezt az utat. Én azt tudom sajnos mondani, hogy idén biztos, hogy nem. Ugyanakkor azt is tudom ígérni, hogy amennyiben az állapotok lényegesen romlanak, akkor a murvával tudunk segíteni az ottani állapotokon. Sajnos vannak ilyen utcák a városban, és mindenféleképpen az a célunk, hogy ezeknek a száma fogjon. Egyébként pont a mai képviselőtestület ülésen is hangzott el arra nézve kérdés, hogy nem látnak képviselőtársaim út- és járdafelújításokat a költségvetésbe. Sajnos idén erre egyelőre nem tudtunk tervezni. Akkor esetleg ezt a murvás megoldást is megköszönni, mert az is segítene, mert nagyon nagyok a gödrök. A kollégáim biztos, hogy ki fognak menni a közeli napokban. Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr. Köszönjük, hogy hívott bennünket, és ha már itt az infrastruktúrális fejlesztés, minden ügyét nem fogjuk tudni megoldani szerintem, és ugye az, hogy mindezek nagyon sok pénzbe kerülnek, az meg szerintem mindenki számára evidens. Na de hogyha már az ilyen infrastruktúrális fejlesztésekkel kapcsolatban beszélgettünk ideig, akkor az öreghegyi ivóvízügyét is említsük meg, hiszen polgármester úrhoz fordult Tótné Marton Veronika, aki ezt a kérdést vetette fel, ezt a javaslatot, hogy illetve kérte, hogy az öreghegyi ivóvíz ügye megoldást, arra megoldást találjanak, ami ugye egy nem egyszerű probléma, hiszen itt az ivóvíz vezeték kiépítésével kellene kezdeni, ami pedig ugye költségét tekintve rendkívül magas. Az Öreghegynek a problémája az összetett. Sőt, tulajdonképpen beszélhetünk az Öreghegyről, Kishegyről és a Törzsökhegyről együttesen. Azt kell tudni, hogy ezek zárkertnek minősülő területek, ahol amelyek nem részei az önkormányzat belterületének. Az önkormányzatnak olyan fejlesztési kötelezettségei, mint a belterületen nincsenek. Ez vonatkozik például az egészséges ivóvízzel való ellátásra. Tipikusan azért nincsenek, mert az zárkertek, azok a jogalkotó megközelítésében nem lakóövezetek, ott gazdasági épületek, gyümölcstárolók vannak tipikusan. Lakóházra engedélyt kiadni akkor lehet, hogyha 3000 négyzetméter feletti az ingatlan, és annak a 1,5%-a építhető, hogyha pontosan idézem a szabályokat, ha nem, akkor elnézést kérek, de körülbelül ezek a nagyságrendek érvényesek. Ahhoz, hogy itt az önkormányzatnak kötelezettségei legyenek, és ahhoz, hogy egyáltalán erre a területre pályázati forrásokat lehessen felhasználni infrastruktúra építésre, ezekre a területekre szabályozási tervet kellene készíteni, és belterületbe kellene vonni. Ha ezt megtennénk, akkor a város jelenlegi 1500 hektáros belterülete 300 hektárral növekedne meg, azaz 20%-kal. És nagyjából a városra háruló infrastruktúra építési költségek is arányíthatóak lennének azokkal a költségekkel, amiket az elmúlt 15-20 évben csatornaépítésre, útépítésre, járdaépítésre, közvilágítás korszerűsítésre költöttünk. Éppen ezért az volt a korábbi álláspontja az önkormányzatnak, és ez jelenleg sem változott, hogy mint a területeknek a tulajdonosa, például az utak egy jó részének a tulajdonosa, hozzájárul ahhoz, hogyha ott szervezetten ingatlan tulajdonosok ivóvizet kívánnak vezetni, azonban erre nézve kötelezettséget nem vállal, ez forrásokat nem biztosít. Azt is szeretném még elmondani, hogy ez felvet egy további problémát, a csatornázásnak a problémáját. Az Öreghegy van a legközelebb a Topolcafői vízbázishoz, a város milliárdokat költött arra, hogy az ivóvízbázisát megvédje, és Topolcafőn, illetve az ahhoz közeleső lakott területeken kiépített szennyvízcsatorna rendszer legyen. Most, amikor ivóvizet vezetnek az Öreghegyben, Törzsökhegyben, Kishegyben, illetve a Törzsökhegyben még nem vezettek, de ezt a levelet éhoztam, tehát ezt erről tudtam kicsit tájékozódni. A Kishegyben 67 fogyasztónál van jelenleg ivóvíz, míg az Öreghegyben 115-nél épült meg korábban egyébként ilyen önerős módon. Tehát ezeken a helyeken azért néha előfordul, és akkor azt gondolom, hogy kellően távolságtartóan fogalmaztam, hogy szennyvíz is keletkezik, és az a szennyvíz nem zárt rendszerű szennyvízkezelőbe kerül, hanem elszivárog. Én nem feltételezem senkiről, hogy ez így történik, de ez megeshet, és ugye ez nem szabályos. Ilyenkor
hatóságnak a környezetvédelme érdekében fel kell lépnie. Tehát én ezért kezdtem azzal, hogy ez komplex probléma, ráadásul még sok más kérdést is felvet. Például, ha a szabályozási terv készül, akkor oda előírás szerinti szélességi utakat kellene építeni, az utakhoz területeket kellene lejegyezni az ingatlan tulajdonosoktól, ami ott az ingatlan viszonyoknak is bizonyos átalakulását jelenteni. Köszönöm szépen a választ, reméljük, hogy a Öreghegyben élő nézők is megértették, hogy miről szól, hogy nem is olyan egyszerű ez a történet, és telefonálunk van a vonalban. Jó estét kívánok! Huszár Hajnal vagyok. Kihez van szerencsém? Jó estét kívánok! Babos János vagyok. Jó estét kívánok! Parancsoljon! Hát csak az volna a kérdésem, hogy mi lesz a strandnak a sorsa? Melyik strandra gondol? Hát... Na, melyikre csóklom? Szent István utcai zajlott. Az izraeli cégnek eladtak, és állítólag valami kulturális központ épült volna. Elnézést, egy pillanatra hadd kérjem meg, hogy halkítsa le a tévét, mert nagyon zavarja itt nálunk ezen az oldalon a hangviszonyokat. Igenis. Köszönöm szépen a strand területét. Korábban az önkormányzat aportálta a Pápai Termálvíz hasznosító ZRT-be, ez ilyen 2001-2 környékén történt, és a Pápai Termálvíz hasznosító ZRT egy Rába Rét nevű KFT-nek adta el, aki ott ingatlan fejlesztést tervezett, ők akkor panziót vagy talán kisebb szállodát szerettek volna építeni. Később megjelent a Vigó KFT, aki előszerződést kötött erre a Rába Rét által megvásárolt területre, illetve az önkormányzattól további területeket vásárolt hozzá, és az a Vigó KFT akkor jelentkezett egy bevásárló központ és kulturális központ építésének az ötletével. Ezzel a bevásárló központtal, kulturális központtal aztán nem tudtak tovább haladni. A gazdasági válság miatt is úgy tűnik, hogy ez a lehetőség egyelőre ellehetetlenült. A közelmúltban keresett minket az ingatlannal rendelkező társaság ügyvezetője, és vele végig tárgyaltuk azt, hogy milyen hasznosítási lehetőségek merülhetnének fel a régi strand területével kapcsolatban. Mi ajánlottuk azt, hogy a város kész arra, hogy megszerezze a területet. Ezt egyébként ingatlancsere módján tudom elképzelni, készpénzt nem tudunk érte adni, hiszen a városnak az Erzsébet-liget és a Várkert között, illetve az Eszterházi kastély szomszédságába lehetnének tervei, elképzelései ennek a területnek a hasznosításával, de felmerült egy másik lehetőség is. A gazdasági társaság ügyvezetője nem zárta ki azt, hogy megvizsgálják akár szállásférőhely építésének a lehetőségét. Megtörténtek az üzenetváltások, e-maileket küldtünk és fogadtunk, és várjuk a további lépéseket a befektető, a tulajdonos részéről. Amint valami jó hírünk van, mi azonnal boldogan állunk ki vele a nyilvánosság elé. Hát ez valahogy nem jó, elnézést kérek, de valamikor arról volt szó, hogy visszavásárolja akkor az a város, ezt legalábbis a Kovács Zoltán mondta egy meghallgatáson, mert valami izraeli cég vette meg ezt a uszodát, és hát ezek szerint valami rossz üzletkötés volt. Hát legalábbis valóban a város lakassága szerint. A Vigó KFT-nek valóban lehetnek izraeli tulajdonosok. Az, hogy ő milyen üzletet kötött a Rába Rét KFT-vel, azt én nem tudom, és nem is szeretném minősíteni. Én az előbb azt mondtam, hogy mi készek vagyunk arra, hogy megszerezzük ennek a területnek a tulajdonát, de ezért készpénzt jelenleg nem tudunk adni. Amikor Kovács Zoltán polgármester úr erről beszélt, akkor vélhetően a városnak lett volna pénz arra, hogy ezt a területet megvegye, akkor meg biztos a tulajdonos nem akarta eladni. Ezért mondtuk azt, hogy tekintettel arra, hogy ez a Vigó Kft. Ipari ingatlanok fejlesztésében érdekelt egyébként Magyarországon, mi készek vagyunk területcserére velük, hiszen akkor mindenki jól járna, hisz, hogyha olyan tulajdonhoz jutna, amely az ő üzletpolitikájába jól beilleszhető, és mondjuk ipari ingatlant fejlesztene valamelyik pápai ingatlanon, az nyilván munkahelyeket, beruházás, befektetés, jövedelmet, adóbevételt jelenthet. Úgyhogy jelenleg ennél a pontnál állunk. És ez jelenleg mennyibe kerül a városnak? Mire gondolod? Nekünk mi kerül bármibe is? Már olyan szempontból, hogy az őrzés,
Még egyszer mondom, ez nem a város tulajdona. Mi nem vagyunk ott tulajdonosok. Hogy a tulajdonosnak mennyibe kerül az őrzés, azt megint nem tudom, mert bennünket erről nem tájékoztat. A tulajdonosnak vannak kötelezettségei egyébként valóban, hiszen azért ott minimális állap megúvás, balesetveszély elhárítást is csinálnia kell. Nem tudom, a tulajdonosok valószínűleg tudják erre a választ. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. És még lesz kérdés útépítéssel kapcsolatban, úgy látszik, hogy a szemét és az út az kifogyhatatlan téma, és nagyon, nagyon érdekli a nézőket. Én viszont nagyon szeretnék azért kérdést feltenni a testületi ülésről, a mairól, hiszen a híradóban is erről már szóltunk, és a mai testületi ülésen ugye nagyon fontos témát tárgyaltak a képviselők a költségvetéssel kapcsolatban. Mi minden volt ezen az ülésen, mielőtt még a jövő heti magazinban majd részleteiben is megismerhetnénk. A képviselőtestület 10 igen szavazattal 4 nem ellenében fogadta el a költségvetést. A fideszes többség megszavazta, a helyi ellenzék pedig nem szavazta meg. A költségvetés egy szerintem kultúrált keretek között zajló vita közepette született meg, ahol mindenki elmondta az érveit. Fontos elmondanunk az, hogy olyan ez a költségvetés, hogy a város az átvett pénzeszközökből, a normatívákból, a saját bevételeiből a város működtetését, intézményeinek a fenntartását, a kötelező feladatait, az önként vállalt feladatait el tudja látni, tehát Pápa városának a működésében nincsen hiánya. Nem akarok példálózni más városokkal, hogy máshol ez hogyan van, de azért azt elmondom, hogy Veszprémben ez a hiány 3,6 milliárd forint. Ettől nekünk még nem jobb egyébként nyilván, tehát szó sincsen róla. Ez a pénz, ami rendelkezésünkre áll, még egyszer mondom, az előbbi bevételi forrásokból elegendő arra, hogy a város az adósságszolgálatának eleget tegyen, tehát a korábbi években felvett hiteleit, azoknak a kamatait pontosan megfizesse. Ugye ez 2011-ben is itt történt, 2011-ben egyébként hitelt nem vettünk föl. A rendelkezésünkre álló pénzből még arra is futja, hogy a beruházásaink egy részét finanszírozzuk, azonban az igaz, hogy a beruházási feladataink teljes egészére a fedezet nem áll rendelkezésre, ezért a költségvetést úgy kellett terveznünk, hogy az tartalmaz külső forrás bevonást, ami vagy kötvénykibocsátásból, vagy hitelfelvételből történhet meg. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy az elmúlt 21 önkormányzati költségvetés többsége hasonló módon tartalmazott külső forrás bevonást, azaz nem rendkívüli eset az, hogy a költségvetés elfogadásának a pillanatában nem áll rendelkezésre még mindazon forrás, ami abban az évben a kiadások fedezetére a kiadások fedezetét jelentheti. A fejlesztési feladataink közül a 2-3 nagy beruházás az, ami az önrész jó részét, ahol az önrész biztosítása a pénzünk jó részét, illetve a tervezett hitelfelvétel jó részét elviszi. A belváros rehabilitáció, az alsóvárosi csapadékvizelvezetésnek az építése, illetve az Eszterházi kastély kezdődő beruházása, ez 2012-ben minimális kiadás jelent egyébként, illetve van néhány olyan feladat, amit mindenféleképpen meg kell oldanunk, gondolok itt például a Szent Istvánúti támfalnak a rendbehozatalára, mert ott kifejezetten balesetveszélyt kell elhárítani. Tudom, hogy talán ostobának hangzik a kérdés, jobb, könnyebb lesz az idei évben gazdálkodni a tavalyihoz képest, vagy nehezebb? Jobb vagy, vagy rosszabb ez a költségvetés, mint amit tavaly megalkothattak? Tehát egy gazdasági válság közepette, ahol a pénzintézeteknek a finanszírozási kedve meglehetősen lanyha, nem lesz egyszerű ezt a költségvetést végrehajtani. Én azonban szeretném itt is megismételni azt, amit az ülésen már megtettem, hogy az önkormányzati intézmények vezetőitől igen nagy konstruktivitás és együttműködési készséget tapasztaltunk már a tavalyi évben is. Az ő segítségükkel, az ő ötleteiket megvalósítva, elképzeléseiket megvalósítva nagyon sok pénzt tudtunk a fejlesztésekre átcsoportosítani úgy, hogy közben ezeknek az intézményeknek a feladatellátása nem csökkent, létszámleépítést nem volt kötelező végrehajtani, 2012-ben sem lesz kötelező végrehajtani, és amennyiben a város költségvetésért felelős helyi vezetők, intézményvezetők és a munkatársaim részéről ugyanezt az együttműködést meg fogom tapasztalni, már pedig ez miért ne lenne így,
akkor végre fogjuk hajtani ezt a költségvetést. Köszönöm szépen. A válaszban egy kérdés, méghozzá ugyancsak a város infrastruktúrális fejlesztésével, ezúttal egy járdaépítésről lesz szó. Jó estét kívánok, Huszár Hajnal vagyok. Jó estét kívánok, Illésné Molnár Éva vagyok. Tisztelettel köszöntöm polgármester urat, és önt is, valamint a Pápa TV munkatársait. Azzal a gondolattal keresem polgármester urat, hogy nagyon örültem, hogy a kommunizmus áldozatainak tiszteletére rendezett ünnepét Sülyog Dezső szobra előtt csinálták. De ha a szegény Sülyog Dezsőről elnevezett teret is meglátná, akkor bizony nem tudom, hogy milyen vegyes gondolatokkal közelíteni meg a város vezetését. Én úgy gondolom, hogy az ő nevébe szeretném kérni, ha polgármester úr egyszer megnézné közelebbről azt a teret, valamint annak környékét. Én a Szent Ilonai utcában lakom, tőlünk a Celi út elejétől a Sülyog Dezső térig nem lehet normálisan, gyalogosan elmenni. Ott a fák gyökerei akkora kárt tettek már a járdába, hogy télen, hát a hozzám hasonló idősebbeknek bizony át kell menni inkább a túloldalra, mert nem lehet ott közlekedni. Víztócsa van, valamint nem tudom, hogy azok a lakók, akik ott laknak, hogy nem kötelezhetők arra, hogy a járdát tisztítsák, takarítsák, mert ahol a takarításnak ott környékén se volt senki. Ennyit szerettem volna polgármester úrtól kérdezni. Köszönjük. Köszönöm szépen. Természetesen az ott lakók kötelezhetőek, és kötelezni is kell őket, hogy ennek a kötelezettségüknek eleget tegyenek. Egyetértek abból, hogy a Sülyog téren sok még a tennivaló. Ön most nem is említette a Korona utca Celi út sarkán lévő ingatlannak az állapotát, amelyben ugye vannak még magántulajdonú részek, vannak már kiürített, félig lebontott, lakhatatlanná tett részek egészen odáig a Szepauer házig. Igyekszünk, a járdát az kifejezetten meg fogjuk nézni. Valóban sok helyen problémát okoz az egyébként, hogy az időközben megnőtt fák gyökerei kárt tettek járdába, kerékpár útba, vagy akár úttestbe is. Hát ilyenkor azért a probléma kezelése sokszor azzal is jár, hogy ki kell cserélni például a fákat. De megnézzük, hogy mire tetszett pontosan gondolni. Hát mindegy nekem, hogy a járda helyreállítását hogyan tudnák megoldani, de nagyon szeretném kérni, mert a csapadék esetén is, hó esetén is, jegesedés esetén is, meg száraz lábbal is éppen elég ott elbotorkálni, annyi az akadály. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönjük, hogy a válaszát. Hívott bennünket. Viszont hallásra. Az előbb a testületi ülésről beszéltünk. Ezen a testületi ülésen a polgármester úr egy különleges dokumentumot adott közre, egy közvéleménykutatásnak az eredményét. Hát ez nem egy hétköznapi, mindennapi dolog. Talán egy évtizeddel ezelőtt lehetett a legutóbbi ilyen. Mi volt ez a közvéleménykutatás? Miért kértek a városra vonatkozó közvéleménykutatást? Igen, készítettünk egy közvéleménykutatást. Február 6 és 15-e közötti mintafelvételről 570 pápai, véletlenszerűen kiválasztott pápai embert kérdeztek meg. A Strategopolis Kft. Nevű társasággal készítettük. Nettó 1,8 millió forintba került ez a közvéleménykutatás. Két része van ennek a kutatásnak. Az egyik az egyen általános, a közéleti klímára vonatkozó kérdéseket tartalmaz. Erről talán most nem is érdemes beszélni. A másik része viszont kifejezetten városi problémaköröket vizsgált meg. Önök választották ki, hogy milyen témájú legyen, vagy ennek van egy klasszikus forgatókönyv, vagy hogy kell kinézni egy ilyen típusú városra vonatkozó közvéleménykutatásnak, vagy meghatározhatták, hogy mire kíváncsiak? Hát az ilyen városi közvéleménykutatások azért ennek a tudományterületnek egy jól begyakorolt sok példát produkált területe. Tehát van kialakult mechanizmus annak, hogy mire szoktak rákérdezni. A módszere is természetesen tisztázottak. Mi azonban kifejezetten kértünk néhány olyan kérdéskört, amit szerepeltetni kívántuk benne. Például a beruházásainkra vonatkozó kérdésköröket, a helyi közlekedési szokásokra vonatkozó kérdést, helyi problémakatalógus természetesen, a Várkertfürdővel kapcsolatos kérdéseket szerepeltettünk. Úgy gondoltuk, hogy a
pápai polgárokkal folytatott kommunikációnak sok csatornája van, például ez is, meg a magánbeszélgetések, meg kisközösségekkel való találkozás, de a tudományt is segítségül kell hívni ahhoz, hogy adatokat kapjunk. Ezek az adatok most rendelkezésünkre állnak. Mi a pápai közélet valamennyi szereplője számára ezt nyilvánossá tettük, sőt mindenki számára nyilvánossá tettük. Így a kutatás eredményeit mindenki, ha úgy tetszik minden párt, minden helyi közösség, a helyi közéletbe véleményt formáló valamennyi szereplő fel tudja használni. Mit mutat ez a közvéleménykutatás? Néhány mondjuk meglepő észrevételt vagy eredményt tudna mondani, nem számszerű adatot mondtam, csak valami, ami mondjuk elégedettséggel töltött el, például mondjuk Várkertfürdőre vonatkozóan, mit mutatott a közvéleménykutatás? A helyi intézmények közül a városi televízióval a pápaiak elégedettek, ezt rögtön el tudom mondani. A Várkertfürdőről azt írták, hogy, és most elnézést, ha nem a pontos adatokat mondom tényleg, a városlakók 3/4 járt a Várkertfürdőbe, és az ott jártak túlnyomó többsége, tényleg túlnyomó többsége, 60% fölötti aránya, az ár és a szolgáltatás viszonyát értékarányosnak találta, tehát úgy gondolja, hogy nem drága ez a fürdő. Van egy olyan réteg, amelyik egyébként ezt a választotta, talán 20% azokból, aki ott járt, azt mondta, hogy drága. A megkérdezett pápaiak 85%-a egyáltalán nem jár moziba. A városi beruházások közül az Eszterházi kastély rekonstrukciójának a támogatottsága 90% fölötti, és ami különösen jó hír volt, és szerintem valamennyiünk számára jó hír, az az, hogy a pápaiak optimisták, mérsékelten optimisták, de optimisták, azaz több mint kétharmaduk jónak ítéli meg a város kilátásait. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Egy dolog ütötte meg a fülemet, hogy ön azt mondta, hogy a pápaiak nagy része nem jár moziba. Igen. Ezt mutatta a közvéleménykutatás. Ettől függetlenül viszont a mozi felújításáért nagyon sokan reklamálnak. Akkor, ha nem kell a mozi, mert úgyse járnak moziba, vagy azért nem járnak, mert nincsen pápám mozi, és ide mondjuk eljönnének, vagy van itt, nincs valami ellentmondás esetleg? A szokásokat kérdez. A moziba járók jelentős része, és most a százalékot nem tudom említeni, azt jelölte meg, hogy ő kifejezetten amerikai szuperprodukciókat néz meg. Én azt gondolom, hogy ez az a kör, hogy ennek a körnek a nagyobbik része ezeket a filmeket nem feltétlenül pápán nézi meg, hisz mire ezek elértek a pápai moziba, addigra már a környékbeli plázákban régen megtudták őket, vagy meg is szokták őket nézni. Míg van egy másik kör, aki pedig azt mondta, hogy művészfilmeket és magyar filmeket néz, művészfilmeket és magyar filmeket az olyan típusú mozik, mint a pápai, meg elég keveset vetítettek. De én azt gondolom, tovább gondolásra érdemesek mindenféleképpen ezek az adatok. Valami közvetlen, rövid távú vagy hosszú távú gyakorlati haszna tud ennek lenni? Tehát mondjuk fejlesztésekkel kapcsolatban közvéleménykutatásra alapozva esetleg változhatnak irányok, vagy fejlesztési irányok, vagy elgondolások? De a közlekedési szokások fontosak ebből a szempontból. Pápaiak 31%-a közlekedik gépjárművel, személygépkocsival, 20%-nyian bicikliznek, 20% fölötti a gyalog közlekedők arány, és 23% a tömegközlekedés. Nekem nyáron volt szerencsém megismerni néhány angliai városnak a hasonló adatait, ahol hihetetlen pénzt költöttek arra, hogy a helyi tömegközlekedés részarányát 6%-ról 7%-re növeljék, és ezt sikertörténetként élték meg. Ebből ugye az látszik, hogy a mi 23%-os részarányunk az egy jó állapot, bár tartok tőle, hogy 10 évvel ezelőtt ez az arány még magasabb lett volna. Tehát ez azért iránymutatást ad a tömegközlekedés jövőjét illetően. Valamint a kerékpáros közlekedés, kerékpárra közlekedők magas aránya is iránymutató, hisz lehet, hogy azt jelzi, hogy a kerékpárutak építését, ha folytatnánk, akkor ez az arány még magasabb lehetne. És ugye valamennyi település arra törekszik, hogy csökkentse a gépjármű forgalmat. Jókai utcáról beszéltünk ugye a baleset veszéllyel kapcsolatban az előbb, és lehetőleg a gyalogos, kerékpáros és a tömegközlekedési eszközöket igénybe vevő helyi közlekedést preferálja. Ennek pedig ugye egyre inkább most a kerékpárút fejlesztésre gondolva megvannak a feltételei, tehát igazából lehetne kihasználni ezeket a részben környezetbarát, részben egészséges közlekedési módokat is. Igen, és ugye a közlekedésfejlesztési operatív programhoz szeretnénk pályázni. Ez egy önrész nélküli pályázat,
és ennek a pályázatnak a megvalósíthatósági tanulmányi szakaszában járunk most. Ez egy több milliárdos pályázat, amelyik a tömegközlekedési infrastruktúra fejlesztésére is használható, kerékpárút építésre is használható, további kerékpártárolók építésére is használható lenne. Ugye ne felejtsük el, ezekből azért jó néhány készült most a közelmúltban a városba, és mondjuk ennek a megvalósíthatósági tanulmánynak a feltételrendszerét is könnyebb egy ilyen kutatási eredményre alapozni, hiszen nem hipotézisekből kell kiindulni, hanem néhány olyan sarokszámból, amit érdemes megszívlelni. Anélkül, hogy ismét csak konkrét számadatokat kérnék Öntől ezzel a közvéleménykutatással kapcsolatban, volt olyan adat, ami negatívan, tehát negatív, jobbat várt, mondjuk valamelyik megkérdezett témában jobb eredményt várt, és mondjuk rosszabb született, mint amit Ön gondolt? Tehát, hogy valami olyan témának a megítélése. Hát, hogyha az én várakozásaimat igazolta volna vissza a közvélemény kutatás, akkor óriási baj lenne. Nem is erre gondoltam, az, de azért előfordulhat, az gyanús lenne. Hogy azért valami meglepően más volt, mint amit ön tapasztalt esetleg. Hogyha azt mondtam, hogy ennek a közvélemény kutatásnak az egyik legfontosabb üzenet az, hogy a pápaiak mérsékelten optimisták a város jövőjét illetően, akkor el kell azt is mondanom, hogy viszont az ország helyzetét már nem így ítélik meg. Tehát úgy gondolják, hogy a még kisvárosunk az egy kicsit kedvezőbb helyzetben van. Ami pedig ugyancsak érdekes volt, rákérdeztünk arra, hogy a válaszadók véleménye szerint, megérzése szerint a pápai munkanélküliségnek a mértéke az országos átlaghoz képest milyen, országos átlagot elérő vagy a feletti. A pápaiaknak a 80%-a azt mondta, hogy országos átlagot elérő vagy a feletti a munkanélküliség pápán, amikor igazából a pápai munkanélküliség adat az országos átlagnak a kétharmada. Tehát az országos átlagnál sokkal kedvezőbb. És most akkor tudom, ennek megint sok mellékfolyamodványa van, hogy van 1500 munkanélküli, de az pontosan 1500-al több annál, mint amennyinek lenni kellene. Én ezt el is fogadom, de ugyanakkor ezt azt is egy üzenetnek tartom, hogy ebből a szempontból sokkal rosszabb helyzetben lévőnek érezzük magunkat az országos adatokhoz viszonyítva, mint amilyenben vagyunk. Nem vagyunk jó helyzetben, de... Akkor lehet, hogy a kommunikációban ezt is kell majd erősíteni, még hogy ezzel mindenki tisztában legyen. Többet kell róla beszélni. Polgármester úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Egy hónap múlva találkozunk újra a Polgármester Válaszol című élő telefonos műsorban. Önöknek köszönöm a kérdéseket, tartsanak velünk egy hónap múlva is, és természetesen addig is minden este. Viszontlátásra!